Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön 7 dolog, amit a Warframe játékosok félreértelmeznek, ha újak, ha nem újak. Egy kicsit különlegesebb videó, tudom, de vágjunk is bele a lényegbe. Az első ilyen dolog lenne a státuszsebzésnek a félreértelmezése. Tehát általában tévesztjük, hogy mit akar a státuszsebzés. A státuszsebzés csak arra jó, hogy nagyobb eséllyel kapcsoljon az elementál gyakorolta hatás, például az életfeleződés a vírus sebzés esetében. Attól még, hogy nem kapcsol be az életfeleződés, létezik virális sebzés. Ha például alacsony státuszú fegyvert viszel, akkor gyakorlatilag alacsony esélye lesz annak, hogy a virális sebzés okozta bónusz, vagyis az életfeleződés bekapcsoljon. Ha nagyobb a státuszsebzés százaléka a fegyverednek, akkor ez a bizonyos bónusz a virális sebzés esetében az életfeleződés ugye gyakrabban fog bekapcsolni és hatást gyakorolni arra az ellenfélre. Második ilyen dolog, amit a Warframe tábor félre értelmez, de nagyon, melyik a jobb fegyver? Hatalmas viták szoktak kialakulni arról, hogy ez a fegyver jobb, az a fegyver jobb. Nincs olyan, hogy a jobb fegyver, vagy a legjobb fegyver. Mindegyik fegyver jó, és mindegyik fegyver egy bizonyos szituációra készít fel. Nem hiába van háromfajta fegyver, amit vihetsz magaddal, ezért remélhetőleg többfajta szituációra tudsz felkészülni, hogyha akcióról lehet szó, de úgy gondolom, hogy az emberek leginkább egy megerősítésre várnak, hogy hallották valakitől, hogy jó ez a fegyver, ők is kiszedték, kiformolták, belerakták az 500 formájukat, kiillódtak vele, és csak egy megerősítést várunk arra, hogy az a fegyver valóban jó. Mindegyik fegyver jó a Warframe-ben, és mindegyikből ki lehet hozni egy jó potenciált. A következő képesség, és következő tévhit, amit a Warframe játékosok elkövetnek, hogy a harmadik, a legjobb modolás tévhite. Ja Isten, ebből annyi dolog származik, hogy ez a modolás szar, nem, ez a modolás jó, nem, az a modolás jó, és így az emberek rákattannak a különböző weboldalakról a Warframe modolásokat látják, mint például a Warframe Builder vagy a DPS Frame. Rákattanak erre, ott keresik a legjobb modolásokat a bizonyos fegyverekre vagy Warframe-ekre. Nincs legjobb modolás, mindenkinek az a legjobb modolás, ami az ő játék stílusát képviseli, és attól válik az a modolás jóvá. Úgyhogy ha valaki azt mondja neked ezentől, hogy hát ez a legjobb modolás erre a karakterre, ne higgy neki. Neki az a legjobb modolás, és neked más lesz a legjobb modolás. A negyedik dolog, amit a Warframe játékosok félre értelmeznek, az, hogy hogy is mondjam, a fő Warframe esete. Mindenkinek megvan a kedvenc Warframe-je, vagy mindenki eldönti, hogy én már pedig ezzel fogok játszani, és csak ezzel fogok játszani, és engem nem érdekel semmi más. És sokan mondogatják ezt, ugye, hogy nekem ő az én Warframe-em, én azzal tudok játszani, vagy én csak ezzel vagyok hajlandó játszani. Egyrészt úgy gondolom, hogy ez egy fasság, bizonyos szempontból, ugye, mert lemaradsz a játék által kínált lehetőségekről. Továbbá nem vagy valami jó csapatjátékos, ha mindig ahhoz a Warframe-hez ragaszkod. Ha a csapatodnak szüksége van valamilyen Warframe-re, add meg nekik azt a tiszteletet, hogy azt a Warframe-et viszed, és nem ragaszkodsz ahhoz az egyetlen egy általad megszokott kedvenc valamihez. Szóval légy csapatjátékos. Az ötödik dolog, amit a Warframe játékosok félreértelmeznek, de leginkább azok, akik újak a játékban, vagy csak ismerkednek a játékkal, az pedig az lenne, hogy a Warframe az egy pay to win. Hát a Warframe nem pay to win, viszont pay to win faster, vagyis pay to win gyorsabban. Itt erősebb fegyvereket nem kapsz, ha pénzt, igazi pénzt fizetsz be, de bármit, mindent elérhetsz ingyen a Warframe-en belül, csak ugye hosszú-hosszú időbe telik. Viszont ha befizetsz pénzt, akkor mindazt a hosszú időt megsporolod egy rövid idővé, úgyhogy gyakorlatilag erősebb nem leszel, de gyorsabban elérhetsz dolgokat vele. Nos, a következő dolog, a hatodik dolog, amit félreértelmeznek a játékosok, de nagyon gyakran, ezért mindig nevetni tudok, az pedig a mastery rang tudást ad
tévhitet. A legtöbb játékosok önmagukról és másokról is azt hiszik, hogyha nekem magas master rangom van, akkor én jó warframes vagyok. Szóval az, hogy valakinek a warframe-en belül magas mastery rangja van, az nem jelenti azt, hogy tudása is van. Gyakorlatilag, hogyha sok pénzt ölsz bele a warframe-be, ugye a mastery ranga 22 a legnagyobb, hogyha sok pénzt ölsz bele a warframe-be, akkor gyakorlatilag 22 nap alatt meg tudnád lépni a mastery rang 22-t, viszont a játékról semmilyen tudásod nem lenne. Például a régi drakó, mikor az emberek elmentek XP-zni, fogtak egy fegyvert, kihúzták 6-szor, beletoltak 6-féle formát, aztán oda letették a polcra, és a büdös életben soha nem használták, vagy kihúzták azt a warframe-et a drakon, és utána a büdös életben soha nem használták, mert mindig visszatértek az ő kedvencükhöz című történet, és ezáltal a játék tudása gyakorlatilag nincs meg, csak magas mastery rankjuk van, de nem biztos, hogy skilljük is van hozzá, hogy azt meglépjék. Nos, hogy ha legközelebb valaki azt mondja neki, hogy nem, mert alacsony a master rankot, akkor csak tud, szimplán az az illető egy seggfej. Nos, a hetedik és egyben utolsó dolog, amit a Warframe játékosok téveszteni vagy félreértelmeznek, az pedig az, hogy az én szintem az még alacsony, az én kezdő vagyok, az én Warframe-em nem bírná ott még. Na, ez is egy komplett félreértelmezés dolog, olyan nincs, hogy nem bírja Warframe-et, tehát ha egy krumpli puskád is van, aminek nincs ravasza, akkor is képes leszel a nehéz szinteken helytállni, na komolyan. Tehát emlékszem, amikor még kezdő voltam, lehet, hogy sokszor egy tárba vagy kettő tárba került egy ellenfél a Voidban, de akkor is kibírtuk azokat a szinteket, és tudtuk állni a sarat, úgyhogy gyakorlatilag a kezdő Warframe-eseknek is hatalmas esélyük van arra, hogy az elért kívánt dolgokat, amelyek a nehezebb szinteken vannak, hogy tökéletesen hely tudjanak állni. Nem beszélve arról, hogy nagyobb a kihívás, jobban megtanulod a Warframe-et képességeinek a használatát és kihasználását. Nos, ennyi lett volna, srácok. Ha lenne még valami, amit esetleg a játékosok félreértelmeznek, és szeretnétek, akkor hagyjatok ott egy kommentet, igen, és ne feledjétek, hogyha ki szeretnétek próbálni a Warframe-et, akkor ott egy link a leírásba, arra rákattintani, és lehet is játszani teljesen ingyen. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!